Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igazából Mária első dolga a Szentírásban, egy kicsit ottan beszélgetett az angyallal, de utána mindjárt elindult zarándokolni. Erzsébethez ment, több mint 100 kilométert, idős rokonát meglátogatja. Zarándokol. Elment keresztelő Szent János születésére. Nagy dolog. Keresztény ember, egy máriás lelkületű ember zarándokol. Ugye a Szent Ferenc alapítványnak nagyon sok háza van. És tetszik, nem tetszik, főleg ilyenkor tanév kezdete előtt el kell ide-oda mindenhova menni. Hát ugye az, aki ráérne, tudom, hogy a koronavírusos világban egy kicsit ez komplikált, de én olyan embereket keresek, aki esetleg beül egy mikróbuszba, és azt mondja, ráérek. Én elmegyek Csaba testvérhez, a gyerekekhez, beültetem, és minden nap azok mennek valahova, és elviszem őket. Hát, hogy Isten küldene nekünk egy ilyen Raffaelt, egy ilyen lelkes embert, a nagyvilágból valahonnan, aki fiatal nyugdíjasként ráér, és minket mozgásba tud hozni. Úgy van nekünk egy mikróbuszunk, de abban csak kevesen férünk belé, akkor mindig cirkusz vagy. Tehát tegnap voltál, ma nem jössz sem el. Babácsi, miért? Azért, mert most ő kell, hogy jöjjön. És akkor valahogy nagy nehezen ezt meg tudjuk győzni. Tehát úgy van, hogy minden nap szeretnénk csinálni egy ilyen kis filmet, barangolás a szülőföldünkön. Tehát az azt jelenti, hogy elmenjünk Torockóra, mert úgyis el kell menjek nekem, de akkor viszem a gyerekeket is. Még van 2 hét vakációig. Ugye itt nálunk szeptember 14-én kezdődik a tanév. Úgyhogy egy nagy lehetőség, minden egyes áldott nap megnézhetsz a Szent Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi otthonát. Napközint, bennlakót, valamilyent. És ottan megnézzük a történelmi helyeket, eseményeket is. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk, az ottani gyerekeket egy kicsit meggyámbászunk. Úgyhogy nem tudom, ha valakinek úgy elege van mindenből, és azt mondja, egy kicsit szeretné megfürdetni a lelkét gyermekkacagásba, csivitelésbe, aranyos fiatalokkal való tereferébe, annak itt a helyen állunk. Adja az Isten, hogy tényleg kerüljön olyan társ, valaki, aki örömét leli abba, hogy felfedezi Erdély csodaszép városait, falvait, tájait, és az itt élő aranyos gyermekeket, szorgalmas munkások, felnőtteket, és hogy társunk tud lenni hát ebben a munkában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!